Sziasztok, drága barátaim! Mikóczi Ferenc vagyok. Ma hoztam nektek egy tanítást a negatív gondolatokról. És miért mindig a negatív gondolatokról esik több szó manapság? Azért, mert képzeld el, hogy naponta több tízezer gondolat folyik át rajtunk. A gondolatok jönnek, mennek. De miből tudjuk azt, hogy az a gondolat a mi céljainkat szolgálja, vagy nem? Hát onnan, hogy rengetegszer a kényszeres, a negatív gondolatok visznek minket bele a negatív örvénybe, a negatív spirálba. Különböző stádiumok vannak, mikor beengedsz egy negatív gondolatot. Lehet az akár az ellenállás, frusztráltság, belső feszültség, szorongás, stressz, és a végső esetekben a paranoia. Mikor már mélyebb benne vagy zuhanva, már több ideje benne vagy a gödörbe. De szokásomhoz hívően ismét hoztam neked egy példát, egy illusztrációt, hogy maga a gondolatmenet, amit szeretnék veled megértetni, hogy így átmenjen könnyebben. Ismét a saját tapasztalataimat hozom, és szeretném veled most megosztani. Az önfejlesztésem során rájöttem, hogy ez egy akkora erő, aki ezt tudja, és magáénak tudja hasznosítani, hogy ezzel majdnem a 99%-a a problémájának meg is oldódott. Már akár Earl Nightingale gondolatát is ide tudnám hozni, hogy azzá válsz, amire a legtöbbet gondolsz. Igaz? Jó, ezt már lehet, hogy hallottad. De mit kezdjek én a negatív gondolatokkal? Mit kezdjek én a szorongással, a kényszeres, folyamatosan visszatérő negatív gondolatokkal? Először is elmondom neked az elején, hogyan indul egy negatív gondolat, majd hozok egy megoldást is rá. Tehát képzeld el, hogy naponta folyamatosan áramolnak a gondolataid. Jönnek negatívak, pozitívak, semlegesek. Míg valahol beindul egy negatív gondolat, én hoztam neked ide egy lavína folyamatát, ami legelőször egy ilyen kis hógolyóval kezdődik, és te döntöd el, hogy melyik irányba fog menni. Pozitív vagy negatív irányba. A negatív iránya a negatív gondolatnak mindig az, mikor ráteszed a figyelmet, és ráteszed a tiltakozásod. Tehát ott van a figyelmed a negatív gondolaton, rajta van a tiltakozásod, az ellenállásod, nem akarod. Mivel nem akarod, mert ismered ezt a érzést, emögött a gondolat mögött mindig van egy érzés. És az a érzés mindig a múltbeli tapasztalataidból, áttélt emocionális érzelmeidből táplálkozik. Felismeri a tudatalatti programot, hogy abba az esetbe vagy a meglévő szituációba hogy szoktad magad érezni. Mivel újra nem akarod ezt átélni, ellenállsz, tiltakozol, figyelmed még mindig a fókuszod rajta van, ezzel sajnos tápláltad energiával, gerjesztetted, egyre nagyobb tóruszt, egyre nagyobb spirált adtál neki, majd minél több időzónát, idősíkot beleraksz, folyamatosan megy, és egyre jobban hatalmasodik, ahogy itten a képen is a lavina. Majd olyan óriási alakot ölt, hogy már nem tudsz mit vele kezdeni, és ekkor jelenik meg a kudarc élmény, a dráma, a különböző nem várt rossz szituációk, amiket át fogsz élni. És ezt garantálom, ez tuti, én ezeket átéltem. Ezzel az a probléma és az a legnagyobb baj, hogy itt már nem tudsz mit vele kezdeni, ugyanúgy egy-két nap, mert már benne vagy a mély zónába, még újra vissza tudsz kerülni az unalom, majd később az öröm és a harmónia szintjére. Jó, ez
ezt gondolom eddig mind megértetted. De mi a megoldás? A kulcs fontosságú tényező az, hogy tudatosan figyeled a gondolataid. Most kérdezheted azt, szuper, oké, eddig értem, de hogy tudjak én megfigyelni 10 000 gondolatot? Vagy 15-öt, ami nap folyamán jön bennem, átfolyik rajtam. Hát úgy, hogy nem kell figyelned, csak a érzést nézd. A érzés rögtön megjelenik, amint a gondolat, mert a tudatalatti programból megnyomta a indító gombot. Hozzárakódott a érzelem. És akkor tudod, hogy mi az a érzelem? Közömbösség, nyugtalanság, frusztráltság, gyomorszorító érzés. Ekkor, itt, mikor még a negatív gondolat, a kényszeres gondolat megjelenik, akkor képzeld el, hogy a tenyeredbe szorítod, és a két tenyér között a kéz melegsége elolvassza. És ez hogyan van gyakorlatban? Hogy a figyelmedet elveszed a gondolat mögül, a ellenállásod, a tiltakozásod, a nem akarásodot hagyod, hogy legyen, tehát hagyod, hogy elhatalmasodjon még a kezdet kezdetén, azzal, hogy megengeded neki, hogy ott legyen, kiveszed mögül az energiát, a muníciót, a táplálékot. A figyelmedet áthelyezed valami plusz tevékenységre, valami pozitív, jó, akár egy jó zene, vagy akár egy baráti társaság, vagy valakit gyorsan felhívsz, aki jó hatással van rád, és azzal a pici pár perc alatt hidd el nekem, hogy a figyelmedet átirányítottad, kimegy mögül az energia. Már nem tud ezen a folyosón a másik irányba áthaladni. Nem mondom, hogy ez elsőre sikerülni fog. Az én stádiumaim olyanok voltak, hogy van mikor a körülmény, a szituáció, a rossz érzés, a rossz gondolat után figyeltem utólag meg, hogy hol csúsztam el a folyamaton. Volt olyan is, mikor magába a folyamatban, mikor benne voltam, akkor vettem észre. És ezt még lehet fokozni úgy, hogyha nincs is rossz gondolat, de már megjelenik a érzés. Ez nagyon érdekes. Megjelenik a érzés, tehát levegőbe, mintha egy ilyen energiaszinten, egy ilyen vibráción, frekvencián, rezgésen megjelenik valami az aurádba. És érzed, hogy valami fog történni. És akkor jönnek a gondolatok. Jön a gondolat. És itt fontos, ismétlés a tudás atya, jön a gondolat, hagyod simán átmenni rajtad. Akár rossz, akár semleges, akár negatív. Ahogy jött, úgy hess, menj tovább. Mert mindig a te figyelmeddel táplálod. És a figyelemhez hozzájön az érzés, mert mindig ott van mögötte érzés, a érzés a tudatalatti programból restimulálja, beindítja az egész generátort, és már húzod is le magad az érzelmi spirálon, amit bővebben kifejtek a Nagy Átalakulás című könyvemben. És akkor kezded magad vacakul érezni, kezded magad ezeket a kezdeti stádiumok, és hazamész, és piszkálod a párodat, vagy a kollégádot, vagy elkezdesz valakit kikezdeni, holott nem is vele van a baj, hanem saját magaddal. Tudatos megfigyelője légy a gondolataidnak. És tudd, és érezd, és tapasztald, hogy te nem a gondolat vagy, te a gondolat megfigyelője vagy. És neked hatalmad és erőd van, és képességed, hogy bármilyen gondolatot csak simán tovább tudj engedni. Vagy bármilyen gondolatot simán csak körül tud ölelni. Mert a pozitív gondolaton érdemes rajtad tartani a figyelmet, mert akkor az erősödik. Az egyre jobban hatalmasodik. Majd később a pozitív jó gondolat is fizikai síkon elő vagy utóbb manifesztálódik. És ez, amit keresünk.
bízom benne, hogy egyszerűen emberi módon átadtam ezt neked. Hogyha tetszett ez a kis videónk és elnyelte tetszésedet a maga folyamata, az elemzése a negatív gondolatnak, hogy miért van bennünk, hol alakul ki, és mi a megoldás arra, hogy ezt minél gyorsabban le tudjuk csengetni magunkban, akkor kérlek, ezt a videót küld tovább barátaidnak, ismerőseidnek, mert neked csak egy kattintás, de lehet nekik megváltoztatja az életét. És ne feledd Örneintinger szavait, azzá válsz, amire a legtöbbet gondolsz. Namaste!